Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igény, per evangelica dicta, delle antonas sacerita. Kedves testvérek, amikor a szentek dicsőségét ünnepeljük, vagyis az, hogy Isten dicsősége kiáradt a szentjeire, akkor arról a reménységről elmélkedünk, amely minket vár halálunk után. A kereszténységnek két nagy zsákutcája van, amiben bele szokott esni, és azért ezek nagyon súlyosak. Az egyik, hogy úgy gondolkodik a halál utáni dicsőségről, életről, hogy az egyszerűen ennek az életnek a meghosszabbítása, csak egy kicsit jobb lesz. Hát nem. Gyökeresen más élet. A másik pedig, hogy ebből kiábrándulva, úgy gondolja, hogy az égvilágon semmit sem tudok, hogy mi lesz oda át, és ha semmit sem tudunk róla, akkor hogyan vágyakozzunk? Nézzük csak az elsőt. Mennyire elterjedt, főleg a képzelet szintjén, hogy egyszerűen az élet meghosszabbításának tartják a túlvilági életet. Elég csak belehallgatni civil temetésekbe, abban rettenetes sok sületlenségbe, hazugságba, gyalázatba. Hogyha itt sportoló volt, majd ott az örök mezőkön fog futni, meg lovagolni. Hát hogy lehet ilyet mondani? Honnan veszi ezt? Hit abban az, akit most temetnek? Micsoda primitívség! Meghosszabbítja ezt az életet. Nem egy teljesen más élet. És mi van a mélyén mindennek? Az, hogy odaállt is, úgy lehet majd élni Isten nélkül. Nem lehet! De Isten nem semmisíti meg, amit alkotott, tegnap olvastuk, mert mindent szeret, amit alkotott, és ezért van örök kárhozat lehetősége. Isten nélkül ott nem lehet ellavírozni. Nincs ilyen, hogy azért eszünk jókat, azért az érzékeinket gyönyörködtetjük, és itt a Földön olyan jól el voltak egyesek Isten nélkül, hát örökké majd így lesznek. Éppen ez nem lehet. Testvérek, van egy mondatom, ami nagyon mellbevág, mert engem is mellbevágott, tessék ma ezen elgondolkodni. Nincs túlvilág. Isten a túlvilágom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A megtestesült Fiúisten már az ő dicsőséges emberi testében, és az ő szentjei. De nincs ott egy nagy tartály, megint égi testek, megint egy új idő, ahol Isten nélkül lehet azt csinálni, amit eddig csináltunk. Egyébként a kudarc ennek ott van, hogy tulajdonképpen örökkévalónak képzeli ezt az életet. Testvérek, bármennyire fáj szeretteinktől való elbúcsúzásunk, mégis ebben az állapotban, hogy az emberiség elszakadt az Istentől, hogy bűnös, önfejű,
Isten nélküli életet akar élni napról napra, és ez minket is megkísért, az Isten egyik legnagyobb ajándéka a halál. Tessék elképzelni, ez az élet, amit most élünk itt a Földön, örökké tartana. Félelmetes. Ráérek megbocsátani majd 5000 év múlva. Nem ismernéd már a leszármazottaidat, semmi közöd nem lenne hozzá. Itt élne minden gyilkos, parázna, gonosz, rabló, és nem tudnának meghalni. Szétmenne az egész erkölcsi élet. Kimenne az életnek az íze a lelkünkből. És az emberiség már kiáltana hogy a hegyeknek, hogy szakadjatok ránk, és nem szakadna ránk. Iszonyatos csapás lenne ezt az életet, amelyet megjelölt az Istentől való elszakadás, kinyújtani végtelenre. Iszonyat lenne. Nem ez az a vágy, ami benne él a kicsi gyermek szívében, amikor úgy tudja, hogy apa, anya örökké élnek, és így szeretnek engem. Nem. Az a más világ, az isteni szeretet, a teljes élet után való vágyakozás. Íme testvéreim, ezért lohadt le a modern kereszténységbe a vágy az örök élet után, mert olyanokról fantáziál, ami egyszerűen szörnyű. Ahogyan az Úr Jézus mondta a korabeli farizeusoknak, ott nem nősülnek és férhez nem mennek, nincs nemi gyönyör, és nincs az ízlelő bimbóinknak izgalom, nem is esznek, de végtelenül boldogok lesznek. Isten teremtő Isten. És ha a nem létezésből előtotta hozni, szólítani ezt a világot, akkor az egész emberiséget föl tudja emelni az ő szent háromságos, csodálatos életére, és föl tudja támasztani a halottakat nem erre az életre, vissza ne jöjjenek, hogy aztán még egyszer meghalljanak, hanem egy dicsőséges életre. És az apostolok ezt látták, amikor az Úr Jézus zárt ajtók mellett megjelent. Az Úr Jézusban az a boldogság. Valóban emberi teste van, és a miénk is ilyen lesz. Nem asztrál teste, nem New Age, nem ezoterika, valóságos test. Ez a Teremtő Istennek a végső cselekedete a teremtéssel kapcsolatban. A kereszténység olyanban remél, ami már megtörtént Krisztusban. Ezért az életed legyen Krisztus, és akkor meghalnod nyereség. Tehát az egyik elképzelés, ami egy kiégést idéz elő a keresztény lélekbe, vagy arról fantáziál, hogy majd ott is lesznek ugye bevásárló központok, aztán hát ott is jövünk, megyünk, nem. Elképzelhetetlen Isten életébe részt venni. A földi gyönyör az nem hasonlítható hozzá, az semmi. Az az életnek és létnek a teljessége. De amikor ebből aztán kiábrándul az ember, és majdnem, hogy azt mondja, akkor legjobb lenne a megsemmisülés, akkor viszont meg kell mutatni egy másik utat. Azért az sem igaz, hogy semmit sem tudunk odaátról. Bizonyos dolgokat biztosan tudunk, és ez túlságosan is sok. Például tudjuk azt, amit az előbb olvastunk, hogy látjuk Istent. Ez elképzelhetetlen. De ez meg lesz. Egy végtelen szeretet. Ha összeadnád mindazok szeretetét, akik most szeretnek téged, az semmi ahhoz képest. Az csak annak a képe, annak az előíze, hogy mit jelent a Teremtőmmel találkozni, az Úr Jézussal, a Szentlélek Istennel. Mindazokkal az emberekkel a teremtés kezdete óta, akik ott vannak, látni Krisztus arcát. Aztán tudjuk, hogy nem lesz halál, gyász és síralom. Miért? Mert ez az élet elmúlt.
Az Isten élete az olyan teljes, olyan fönséges, hogy abból való részesedés kizárja a mulandóságot. Ott örökké élünk, és ez az örök nem azt jelenti, hogy föl kell a nap meg lenyugszik. Nem lesznek órák. Egyszerűen tökéletesen más élet. Hogyha azt mondanánk a növényeknek, hogy léteznek ám állatok is, akik mozognak, azok azt mondanák, hogy ilyen túlvilág nincs. Azok mozgó növények. Ezek a túlvilág, ha az állatokkal tudnánk beszélni, és mondanák, hogy mi az emberi szeretet, mi az emberi boldogság, azt mondanák, hogy ilyen nincs, ilyen túlvilág nincs, ezt ti találjátok ki. És az istentelen embernek, amikor mondjuk az evangéliumot, hogy Isten életében részesül az ember, azt mondja, ilyen nincs. Miért mondja? Mert nem tapasztalta meg itt a földön. Nagyon sok mindent biztosan tudunk, de most csak egyet emelek ki. Vétkezhetetlenek leszünk. Nem tudunk többet vétkezni. Mert az akaratuk oda tapad az Istenhez. Ez a szabadságunk fölmagasztaltatása. Mert a szabadság nem abban áll, hogy tehetek jót is, meg rosszat is. Az már a bukott embernek a megsebzett szabadsága. Isten nem tud rosszat tenni, és mégis szabad. Tehát akkor a szabadság a szerető képességünk egyik eleme. Az állat nem szabad, ezért nem tud szeretni. És ott fut be a szabadságunk a teljességbe. És testvérek, tessék elképzelni egy olyan személyi kapcsolatokat, hogy nem tudnak az emberek haragudni egymásra többet. Nem tudják megsérteni. Nem tudják lenézni. Nem tudják semmibe venni. Nem tudják kihasználni. Nem képesek mondani egy rossz szót. Testvérek, micsoda gyönyörűség ez. És azért ez nem is áll tőlünk olyan távol. Mert az Isten országa itt kezdődik. Mi a keresztségben már fölemeltettünk az Isten életre, csak ez rejtve van. Még át kell menni a halálon, még meg kell küzdeni azért, hogy Istennel legyünk itt a földön minden percben, hogy odát örökké vele legyünk. De azért testvérek, azért megtapasztaltuk, hogy egy családban, ahol jól élnek, szentül élnek, milyen jó ott lenni. Egy közösségben, ahol szeretik egymást. Na most ez véglegesül. Nem kell küszködni azzal, hogy jó legyek. Hát ez hihetetlen. Ha csak ezt tudnánk az örökké valóságról. Már ennek az életnek a folytatása azért is szörnyű lenne, mert itt maradnának a bűnök, a kísértések, a gyilkosság, a rablás, a hazugság, a másik semmi bevevése. Az a rettenetes sok szenvedés, amit az Istentől való elszakadás okoz, és odaát ez nem lesz. Vétkezhetetlen lesz az ember. Ezért szabad. Felszabadul a bűn és a halál sebzettségétől. Mert a halálban nem attól félünk, ami halál, hanem ami mögötte van, és nem is halál, a kárhozattól. Hogy értelme nincs az egésznek. Testvérek, összefoglalva, ezeken gondolkodjunk. Hogy odaállt Isten valami olyan világot készít, és ez készen van. A szentek megjelenéseiben tapasztaljuk. Az Úr Jézus 40 napig megjelent az apostoloknak dicsőséges testben. És már a mi szívünk is itt megérzi a szeretetnek, a megbocsátásnak, az Isten közelségnek, azt a boldogságát, amit semmivel se lehet fölcserélni. Tehát ne fantáziáljunk. Ezt az életet nem fogjuk meghosszabbítani. Ennek hála a Teremtő Istennek, így, ahogy van, vége lesz. Isten az élet teljességét önmagát adja nekünk. Arról meg nem mondjuk, hogy az meg bizonytalan, és nem tudunk semmit, mert a kereszténység lényege az, hogy föltámad Krisztus, és minket is föltámaszt. És annyi mindent tudunk erről, de most csak egyet kötök a lelketekre, nem lesz bűn. Az ember nem tud rossz lenni. Istenem,
Micsoda békesség! Milyen új világ! Adja meg nektek a mindenható Isten, hogy vágyakozzatok erre a világra. Nem a halálra kell készülni, az egy nagy tévedés. Hát ha bemegyek ahhoz, aki engem nagyon szeret, akkor nem arra készülök, hogy kinyitom az ajtót, hanem arra, hogy vele találkozom. Az örök életre kell készülni. És már itt úgy élni, ahogy ott élnek. Itt úgy Istennel egybeforni, ahogy ott majd már nem is tudunk elszakadni tőle. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában.